És elmegy világgá azért, hogy ütközben levágja a sárkánynak mind a hét fejét, és hogy sok-sok próbát hiába végül elnyerje méltó jutalmát. Hiszünk a meséknek. Akkor is hiszünk, hogyha már nem vagyunk gyerekek. Keressük az útunkat. És néha bizony messzire kell mennünk, nagy távolságokat kell bejárnunk ahhoz, hogy aztán visszatérve valóban hazaérhessünk. Sebestyén Sára is világgá ment, majd hazaérkezett. De a tarisznyájában, a pogácsa helyén elhozott nekünk apró darabokat egy távoli világból, önmagából. Hiszen ez a kettő valójában pontosan ugyanaz. A mi kultúránkban, ha látni szeretnénk valamit, többnyire távolabb lépünk. Mert úgy hiszük, minél szélesebb a perspektíva, annál pontosabban látjuk a lényeget. Pedig sokszor talán jobb lenne egészen közel hajolnunk, hiszen a közelségben minden egyszerű, világosabb, tisztább. Egy japán közmondás szerint a kis dolgok nagy dolgok. Sára képei is bennünk nyílnak naggyá. A mai alkalomra egy különleges bemutatóval készültünk, hiszen a képek nem csak a falakon, hanem a füleken és a nyakakon is láthatóak lesznek. Arra kérem ezért önöket, hogy egy picit, akik a képek előtt állnak, azok húzódjanak hozzánk közelebb. Jó, tehát hogy ott engedjünk szabad teret azoknak, akik majd bemutatják ezeket az ésszereket, és itt legalább a képek is láthatóvá lesznek. Talán az a legszerencsésebb, igen, hogyha így errefelé közelednek. Azt azért szeretném elmondani, hogy kikhez is tartoznak a fülek és a nyakak, akik majd Sára képeit viselik. Cejzel Balázs, képzőművész, Tóth Vásárhelyi Réka Renka kókesi művész, Pálfi György építész, Kovács Zsófia Art and Design Supporter Center Manager, Gerhard Krisztina Master Biathlon világbajnok, kulturális menedzser, Csemira, nemzetközi modell, Bacsek Júlia, művészettörténész, jogász, és jó magam, Huszári Katalin, aki színész vagyok, és még oly sok minden más. Kezdődjön a bemutató.
Belátás. Új szemmel nézni a régi képre. Ez a mi alkotásunk. Tisztelet. Segíts mindennek olyannak lennie, mint amilyen úgy is. Szenvedély. Minden megérint. Úgy látszik, sose dő be a szívem lágya. Elfogadás. Nincs rossz fű, nincs szél, ami ne jól fújna, nincs hamis madárfütty. Fehér krizantém. Még illatának is van fénye, árnyéka. Kitartás. Talán hozzá se nyúj. Csak nézd és nézd, míg csak gyönyörű nem lesz.
kiteljesedés. Azt mondják, mindig rajtunk is múlik minden. Rajtam nem múljon. Belátás. Tisztelet. Szenvedély. Elfogadás. Türelem. Kitartás. Kiteljesedés. A bemutató során elhangozó szövegek Fodor Ákos, Tandori Dezső és Akutagavar Junosuke haikui voltak. A szemükben, a szívükben, vagy akár a fülükben is, vagy a kukban is.